Sziasztok, elérkeztünk a következő rafthoz, amiben ugye itt tartottunk legutóbb, hogy ugye ki tudtuk végre égetni a metált. Így lesz, hogy egy metál ingotunk, amit azt hiszem már researcholtunk is, szóval már meg van tanulva, de mindjárt megnézem. Igen. Ugye ezzel a researchet tudunk ugye új dolgokat megtanulni, és hogyan kell craftolni. Viszont olyat még nem csináltunk, hogy ebből craftolunk valamit, és azt is researcholjuk, mert ahogy látjátok, itt azért elég sok minden azért nincsen meg, mert például az a bolt nincsen megcsinálva, úgyhogy ezt mondjuk meg is csinálom. Feláldozzuk rá az egy szem metálingotunkat, de cserébe egy csomó minden meg tudunk tanulni. Igen, és pont ennek a fényében fejeztük be az előző részt, hogy innentől kezdve nagyon ráállunk a metál égetésére és gyűjtésére, és minél menőbb cuccokat tudjunk magunknak csinálni, ezzel elősegítve haladásunkat. Így van. Na most nagyon minimálisan fejlesztettük ugye a raftot, igazából ez egy ilyen szigorúan funkcionális raft. Igen. Maradjunk annyiban. Arra jó, amire kell, de mozgásterünk ugye nincsen. Na most az a lesz a kérdés, hogy fejlesszük előbb a raftot, és menjünk fejlesszük a raftot, vagy menjünk és már csináljuk a story részét a dolgoknak. Valamilyen szinten fejleszteni kell a raftot, mivel a rádió antennát nem tudjuk ebben a magasságban lehelyezni. Hát jó, de a rádió antenna az... Vagy ez a... az már az elsőnél ott van? Már nem is emlékszek. Hát a rádió kell... vagy be kell lokátolnunk először a helyet valamivel, hogy hova kell mennünk, amihez kellene az antennák meg a receiver. Kell. Jó, már teljesen... jó, hát már régen játszottam vele, igen. Már felejtettem. Na de várjunk, az hogy van? Ahhoz kopper kell, ha jól tudom. Kopper mert ugye kell kopper... hozzá, meg egy magas szint. Tudod? Altitude kell. Ja, neki. Azt tudom. Mert ugye kopperből tudunk nyáklapot csinálni. Hinge-et még nem csináltál, igaz? Ja, nem. Ó, decoration pack. Én csináltam. Is. Értelmes dolog a játékban. Ez a hinge, ez úgy néz ki, hogy... the band. Ez maga izé... zsanér. Zsanér, igen. Na, tudunk csinálni ollót. Ó, stationary ilyenkor, azt mondja, hogy le tudjuk engedni. Az jó, az nagyon jó, mert az meg tényleg, storage. Az tényleg kell, mert ugye le kell valahol parkolni végül is. Ja. Hát akkor figyelj, menjünk, és akkor ha lesz sziget, akkor szintén ugyanaz a tax, hogy megpróbálunk annyi nyersanyagot szerezni, amennyit csak tudunk, közben szomjan halok. Igen, a kaja kérdése még mindig elég bizonytalan, maradjunk annyiban. Hát igen, sajnos, vagy nem sajnos. Hogy az még mindig eléggé nem túl fényes, maradjunk annyiban. Ugye a cápa hús, amiből gyakorlatilag a legjobb mód, vagyis a legjobb mód arra, hogy ne halljunk éhen. Igen, csak hát meg kéne ölni a cápát is, de az is ugye rengeteg fal, viszont a fa hát, az most inkább erre kéne, ki tudjuk olvasztani ezt a sok igen, ércet. Igen, de viszont most már, hogyha lesz metálunk, így a metálból tudunk csinálni majd ilyen erősített spear, metal spear-t, ami mondjuk kell az egy két metálingot, meg egy bolt, tehát azért 3 metálingot, egy metal spear, viszont ez ugye többet is sebez, meg... többet is bír. Meg többet is bír, tehát igazából... és nem kell fa, annyi. Így van, úgyhogy emiatt azért az hatékonyabb, de azért elég sok metalba kerül. Jaj, nem, nincs. Nem van. Oh, ránk szakadt az éjszaka, hallod. Legalább... nem raktuk bele még a plastikot, basszus. Ó, nem mondom. Ó, pedig azóta lehetne üvegünk is. Ó. Empty battery. Na igen, az... Advanced Purifier. Azt nagyon meg igen, megkéne. A Purifier az is nagyon jó cucc, mert az is nem fogja fogyasztani ugye a fát. Axis, Circuit Board, Net Launcher, igen, majd egyszer. A Flippers. Cooking Pot. Jó, ezek igazából majd kicsit később lesznek fontosak. Hát Circuit Boardot kéne már lassan craftolni, hogy abból ki tudjuk tanulni ugye, amit kellene. Hallod, az emberi lét összes formájában döglődök. Szóval, hogy így... Ja, Vine Goo-t, azt kitanultuk már? Szerintem az ki? Lehet. Ja, azt már kitanultuk. Szívidet is? Aha. Vaddisznó feje zsebembe. Üveget hogy kell craftolni? Homok. Ki kell égetni. Minecraft, jaj, hát hülye Minecraft. Jó. Sok mindent lehet abból meríteni. Tudást. Élettapasztalatot. Élettapasztalat, igen. Hogy működik a világ. Mindenféleképpen fontos az, hogy ebből a tetves kiégetőből legyen több. Mert ez így nagyon-nagyon lassú. Van jobb ötleted, mint hogy megcsináljam ezt magamnak? Mit? Spirit.
Nincs. Ó, hát ennél kisebb szigetet. Nem is találhattunk volna. Nem a méret a lényeg. Hanem a tartalom. Hanem a tartalom, igen. Kicsinálom a cápát, mit szólsz? Hát ha van metálszpéred, akkor már neki is eshetsz egész nyugodtan. Gyere, köcsög! Csináld ki, mert nekem itt dolgom van. Nagyon sok nyersanyag kell. Van itt alattunk annyi scrap, amennyit nem sajnál a játék. Amúgy igen, nem is gondolom, nem szedjük amúgy a scrapet, de nem gondoljuk, ebből nagyon nagy baj lesz később. Kell, én szedtem. Várj, most másik oldalt vagytok, ugye? Mert akkor nem, rám nem fog aggolózni, mert nem fog idejönni. Raftnál vagyunk. Jó. De mindjárt meghalsz, szóval igazából. Hogy engem itt megtaláljon. Gyere, Maoni! Persze, megvan. Clay az van. Újra spawnolt. Uh-oh. Ilyen gyorsan, de ez hogy? Ennyi. Az nem rossz, ha kétszer is kényírjuk, azért az elég sok húsi. De miért bagos? Nem tud megharapni. Ez a szar még megsülhetne, mert már ilyen kezdik dögleni. Tessék egy. Kösz. Megsült már, csak te nem vetted észre, hogy kicseréltem, látod milyen vagyok? Ó. Na. Na, megjavult a cápa. Nem bírt megsebezni. Mit? Ó-ó. Hogy nem döglött még meg? Na azért. Megvan. Körülbelül egy metal spear-re háromszor lehet kinyírni ezt a szemétládát, szóval... Ha mi jó, mert a ketten vagyunk, akkor 6, és akkor az 6 cápa ennyi, az még 6x4, 24 cápa hús. Az volt kamoly. Ja. Egy-egy metal spear. Ami igazából... 6 darabos. 6 darab? 6. Me. Ja, hát a kettő. Meg a hinge, vagy hát mi? Jó, de amúgy a metál annyira nem vészesen ritka, tehát hogy azért tudunk találni, csak a kiégetési időnek kéne olyannak lenni, ami jó. Király, nekem is van most már metal spear-em. Ja. Akkor a következő lépés a purifier. Sodródjunk az árral tovább. Talán erre fele visszaszél. Gyere ide, plank. Amúgy azért hal meg az összes plankünk, mert ezzel csinálunk mindent. Hát igen, ugye például ezzel égetjük ki a kaját, a víz is ezzel készül. Ja, a víz hamarosan nem ezzel fog. Igen. De például ez is a smelter is plankkel megy, tehát ez nagyon ezt, minden ezzel megy, tehát ezért van az, hogy ez állandóan így elfogy nagyon gyorsan. Még a vízzel van probléma, de már annyira nem figyelek rá, mert tudom, hogy meg fog oldódni hamarosan. Most ezt ki kéne tanulni, ugye? Mert amúgy use lesz. Na, és itt van. Nice. Ennyi. Most már egy okos dolgokat tudunk bele csinálni. Na most ugye ezekhez mi kell? Az antennához egy circuit board, egy bolt és 4 scrap. A receiverhez pedig 8 plank, 6 plastic, 2 circuit board és 1 hinge. Húha. Jó, mondjuk a circuit board amúgy annyira nem értékes. Üzes genyünk hogy áll? Dry brick lett. Üvegünk hogy áll? Vagy 3 darab. Kartolni? Egyik kell még és akkor meg lesz a... purifier. Purifier? Purifier. Purifier. Purifier és akkor... hol van ez a smelter? Sose találom meg, bazd meg. Mehet ide. Így. Né. Haha, Jani tégetjük ki. Dupla plank. Ha. Nice. Gabe. Tök mindegy, melyikünk szedi fel, úgyis, hogy Jan oda kerül. Ja, igen, amúgy. Bele ebbe a két szarba. Így van. Megeszi az összes plankünket, de mindegy. Na majd igen, a collectionetre érdemes lesz hamar ráállni. Rohadjál meg. Bang. Mehet ugyanoda, ahol volt a régi, tud? És... puff! Ha! Jani egyből neki kezdve. Én speedrun. Víz. Igen. És nem, egyetlen egy plank sem kellett hozzá, vágod? Aha. Nagyon durva. Tudunk.
És így már bejött a krumpli, mert úgymond passzívan jön, mert jaj, mert passzívan megint lehet harcolni hülye madarakkal. Ó, az kaja! Tényleg hülye a csirkecomb! Aha, drumstick. Aha, ez eszünkbe se jutott. Jó. Van egy receiverünk. Mit szólsz? Jó, csak nem tudjuk hova tenni. Hát nem. De van. Az illúziója megvan, hogy... Igen. Meg kéne emelnünk, ugye? Az igen, egészet. Az egészet. Collection ezeket csinálhatunk. Sőt, kéne most már... kezdem a collection. Jó lenne, mert most már jó lenne, ha passzívan jönnének ezek a dolgok, hogy ne azzal menjen az idő, hogy itt izé gyűjtögetünk. Cápa megy utálad, mint valami állat. Hol van a loot? Volt benne minden is. Örülj neki. Metal ore is volt benne. Volt, amit ott hagytam. A decoration package-et de hoztam is. Oh yeah, van nálam recipe, simple smoothie. Hoho. Most melyik irányba kéne menni? Csináljunk már ezt a rohadt izét, tudjuk merre fúj a szél. Így, és így. Arra megteszünk emelt platformot, ugye? Így. Így, wooden floor-t. Nem oda. Adjál már két plenket. Anyádba, egy darabban. Ó, Istenem. Mit akartam én metalból csinálni? Ankor? Tíz darab plank. Hát nem igaz, hogy plankből vagyunk a legszegényebbek. Minden van, csak plank nincs. Ott kettő üzői égető van a fejünkön, szerinted? Majd sok plankünk lesz. Na jó, srácok, innen folytatjuk legközelebb a következő részben, amiben hát megpróbáljuk a plank kérdést megoldani valahogy. Ott lesz majd ugye a receiver, és akkor még ugye az antennákat is ki kell majd építenünk, és akkor mehetünk végre az első story elemhez, ugye, ami azt hiszem a rádióállomás lesz. Igen, Radio Tower. Radio Tower. És elkészült. És elkészült imáron az első három collection-et. Amivel már igazából semennyire sem fog automatikusan jönni, semmi sem, de... Bár, hop, Jani már ugrik erre, igen. Ez a hang, ez úgy a fejemben. Igen. De van, mint semmi más. Úgyhogy innen folytatjuk legközelebb, srácok, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!